A Budapesti Műszaki Egyetem aulájában 20. alkalommal tartottak ünnepséget az 1956. október 22-i diákgyűlés és az október 23-i diák felvonulás emlékére. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 58. évfordulóján felidézték, a műegyetem hallgatói az ott tartott nagygyűléssel, 16 pontba foglalt követeléseikkel, másnap pedig a BEM szoborhoz tartó menetelésükkel elindították a forradalom budapesti eseményeit. Az ünnepségen Péceli Gábor, a Műszaki Egyetem rektora elmondta, a mostani a 25. olyan ünnepi rendezvény, amelyen megemlékezhetnek az 1956. október 23-ai eseményekről. Először 1990-ben került erre sor, amikor Mensáros László színművész szavalta el I. és Gyula Egy mondat a zsarnokságról című költeményét, amit a szerző 1950-ben az elnyomás legsötétebb éveiben írt. Később Kis Tamás, a szegedi küldött szólalt fel, aki 58 éve részt vett a műegyetemen tartott nagygyűlésen, majd beszédet mondott Hajtó Ödön, a Műegyetem 1956 alapítvány kuratóriumi elnöke is. Az eseményen részt vett Hoffmann Tamás Újbuda polgármestere. Gulyás Gergely, az országgyűlés alelnöke ünnepi beszédében elmondta, a műegyetemistáknak köszönhető, hogy elindult a forradalom. Köszöntöm itt azokat, akik 58 évvel ezelőtt a műegyetem aulájában meggyújtották a forradalom lángját. Önöknek köszönhetjük, hogy ma van mire emlékeznünk. Önöknek köszönhetjük a 20. század Magyarországának legnagyobb pillanatait. Amikor minden évben összegyűlünk ezen a magyar történelem számára a szent helyen, határokra tekintet nélkül lélekben velünk van, és egy nemzeti közösségi egyesül a világ valamennyi szabadság szerető magyarja, Nyíregyházától Szombathelyig, Kolozsvártól, Budapesten, Sopronig, Londontól, Kassán át Clevelandig. Nincsenek erős közösségek, közös múltunk ismerete és tisztelete nélkül. A nemzeti ünnep mindannyiunk számára alkalom arra, hogy olyan eseményre emlékezzünk, melyre mindannyian joggal vagyunk büszkék, mely még az egyébként sok mindenben egyet nem értünk között is, az ünnep idejére büszkeségben egyetértést teremt. Az alelnök kijelentette, 1956 örökségéhez az lenne méltó, ha az ország tekintélyének és jó hírnevének védelme természetes nemzeti minimummá válna. Szerinte a nemzeti alapértékekben való egyetértés hiánya az oka annak, hogy ma nem tudunk egységesen fellépni a hazánkat érő méltatlan támadásokkal szemben.